Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit! Ez alkalommal a frissen elkészült ZIS-151-es orosz katonai teherautót szeretném bemutatni, arról mondanék pár szót. Ez egy II. Világháború után gyártott, orosz gyártmányú, általános célú teherautó, amit 1947-től 1958-ig gyártottak. A kettes számú orosz gyárüzemben, ugye az orosz gyárakat leginkább a háború alatt és után is számozták, alváza volt elég sok mindennek. Többek között a BM-13-as rakétasorozatvető, vagy rakétavető Katyusának, vagy más néven ismertel nevén Sztálin Orgonának, és a Stubaker, az amerikai kölcsönbérleti szerződésben az amerikaiaktól kapott Stubaker US-6-os teherautót váltotta le, tehát az után készült. Van némi áthallás ugye az amerikai eszközés közötte, nem véletlenül építettem őt az amerikai CCKV teherautóval együtt. Mellé is teszem, hogy lássuk, miről beszélek. Gyakorlatilag van némi hasonlóság, ugye itt jobban van, hogy ugye az amerikai verzió, amit ugye az amerikaiak használtak, erről is találtok videót, és ugye hát sok tekintetben nagyon hasonló, nem csak külsőek, hanem műszaki paramétereit. Műszaki paraméterek tekintetében is sem roppant hasonló orosz teherautót láthatjuk. Tehát ugye, amikor ugye kifogytak a kölcsönbérleti teherautóval, akkor gondolom jött az ötlet, a kézenfekvő ötlet, hogy építsenek úgymond saját teherautót, amiből ugye ez lett. Fő paraméterei tekintve, hogy ez egy összkerék meghajtású teherautó, egyébként 4,5 tonnás, 92 lóerős motorral szerelt teherautó. Ugye a Zvezdát, ugye sokaknak gondolom nem kell bemutatni, a Zvezda ugye orosz gyárú, tehát autentikus, gyakorlatilag a makett. Ami, azt kell mondjam, hogy ami gyakorlatilag orosz gyártmányában én kimondottan szeretek Zvezda makettet vásárolni, mert hogy a makett az pontosan ugyanannyira szokott elnagyolt lenni, és pontosan ugyan hibás, mint gondolom, vagy nem hibás, de pontosan ugyanolyan hiányosságok akadhatnak rajta, mint a valóságban a valós társaiknál. Úgyhogy én azt mondom, hogy Zvezda, tehát orosz gyártmány esetében mindenképpen ajánlom a Zvezdát, mint makettgyártót. Egyébként maga a makett itt teljesen pontos volt, egy szalon nem lehet rá, gyakorlatilag nem volt semmi, de semmi hibája, tényleg nagyon szépen kidolgozott az egész.
Ami nagyon érdekes és nagyon tetszett például, hogy az első kerekek teljesen funkcionálisan mozognak, működnek, ami hát eléggé földobta az egészet. Ami talán negatívum, hogy motort nem kapunk, már nyilván nem a működésre gondolok, de nyilván a motortérben nincsen semmi, nem is lehet kinyitni, nem is, nincs is olyan variáció, hogy nyitottan rakjuk össze a makettet, tehát a motorháztető az egybe van öntve gyakorlatilag a felépítményet, tehát a felépítmény egybe cuppant rá az alvázra. A motorteknő helye, tehát az olajtartály, az még ott van, tehát hihetnénk azt, hogy van fölötte motor, de tulajdonképpen nincsen. Ez azoknak rossz hír, aki esetleg úgy akarná összerakni, hogy nyitott motorháztetővel működjön. Cserébe a jó hír, hogyha valahonnan beszerez egy, mondjuk ennek a CCKV-nak a motorját, tehát az amerikai verziónak a motorját, akkor jó eséllyel hasonló motort fog kapni, úgyhogy akár bele lehet barkácsolni. Nekem nem voltak ilyen irányú elképzeléseim. Ami nagyon-nagyon szép, és nagyon sokat dobott rajta, szerintem, hogy van egy gyönyörű szép motor, és hát az ajtókon van két matrica, és hát egy-egy matrica két oldalt. Ez szerintem egy nagyon kis remek matrica, nagyon szép színes, nagyon jól kidolgozott, úgyhogy ez iszonyatosan tetszett. Már az elején is, amikor nekiálltam, illetve kapunk egy első és hátsó rendszámot. A motor, vagyis ezek a lámpavidő rácsok talán egy picit elnagyoltak, és egy picit a hűtőrács is olyan, hogy el tudtam volna képzelni szebbet. Ettől függetlenül az összességében azért nagyon szépen kidolgozott elemekkel találkozunk, mint például a plató, ami nagyon gyönyörű falrezetű, tehát az tényleg már-már fájt a szívem összekoszolni az egészet belülről, de alapvetően tényleg nagyon szép az összes elem, ugye az fajrezetű, és nyilván akkor életben is valószínűleg ugye fából készült, ugye az oldalplattó, az oldalfalak, illetve a plató alvázat, tehát a merevítés. Érdemes megfigyelni egyébként, és elég érdekes ez a módszer. Hát úgy is mondhatnám, hogy ha gonosz akarnék lenni, akkor azt mondom, hogy együgyű, ha dicsérni akarom egy kicsit az oroszoknak, azt mondom, hogy zseniális. Nem tudom, mennyire látszik, de gyakorlatilag ugye ott látható, hogy az alváz, és az alvázra a plató egész egyszerűen föl volt fogatva így ilyen keresztpántos megoldással. Tehát gyakorlatilag az alj, közvetlenül a H-keret fölött található plató, amire az mereviti az egészet, az gyakorlatilag fa gerendák egymáshoz erősített sokasága, amit egész egyszerűen úgymond rá erősítettek egy pántos módszerrel az alvázra, tehát nem bonyolították túl az életüket. Hát ez talán azért volt helyén való megoldás, egy praktikus megoldás, mert mint mondottam, sok mindennek volt az alváza, és gondolom nem erőlködtek nagyon, hogy hogyan is rögzítsük a szállító rész, vagy hát a hátsó részt az egészhez, tehát az egyszerűen csak rá csavarozták úgy, ahogy volt.
Jó, az építése, mondom, egész egyszerű volt, nem volt vele semmi faxni. Aki bővebbet szeretne tudni, az majd a leírásban látogasson el a tanks.szösszenet.hu-ra, ahol találni fog egy részletesebb leírást a makett építéséről és a járműről is, képekkel és egyéb műszaki paraméterekkel illusztrálva. Jó, ennyit szerettem volna elmondani a makettről, mindenkinek csak ajánlani tudom. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!